végtelen múzsás, az elmúlt 10 esztendőben is jelentős mértékben növekedett a külső kitettsége, függősége, tehát maga az Európai Unió is immáron közel a felhasznált energiájának 50%-át az unión kívüli területről, országokról importálja. Észak-Afrikából Dél-Európa, Közép-Európa Németországból bezárólag, pedig elsősorban Oroszországból, az észak-európai térségek pedig Norvégia által kitermelt földgázon élnek, illetve ott a tengeri széltelepek, úgy mondják, hogy offshore széltelepek, szélturbinák, azok jelentős megújuló energiát tudnak a rendszerbe betáplálni, de ezzel együtt is 50%-ban az Európai Unió kívüli térségből érkezik az energia, tehát maga az Európai Unió is nagyon kiszolgáltatott e tekintetben. Persze az Európai Unió a 2020-ra meghatározott irányelvek figyelembe vételével igyekszik ezt a függőséget, kiszolgáltatottságot csökkenteni, energiatakarékossági programok indításával, közlekedés és középületek területén integrált belső piacot szeretne kialakítani, egységes infrastruktúrát létrehozni, egységes fellépést kialakítani a harmadik országok irányába, tehát az Európai Unió kívüli szénhidrogénekkel rendelkező és azt eladni kívánó országokkal. Vezető szerepet szeretne az energetika területén, a technológiában, a fejlesztésben, az innovációban magának kialakítani, intelligens energiahálózatokat akar létrehozni, biztonságos, kiszámítható, megfizethető energiát. Ezek nagyon szép alapvető elvárások. A jelenlegi soros elnökség keretében is zajlanak az erre vonatkozó erőfeszítések, de mégis azt kell mondani, hogy az Európai Unió ugyan szavakban szeretne egységes infrastruktúrát, de már a közösségi forrásokból nem szeretne biztosítani támogatásokat, hanem elsősorban a nagy Európai Uniós országok azt szeretnék, hogy a piacról finanszírozzák a közép-európai térség kisországai a saját biztonságos ellátásokhoz szükséges hálózati rendszereknek az egyesítését, összeköttetését, hogy több irányból lehessen akár földgázhoz, vagy akár kőolajhoz jutni. És ezáltal a ellátás biztonság növekedjék. Ők azt szeretnék, hogy piaci alapon történjék ez meg. Érthető, hiszen a legerősebb energiaszolgáltató ezen európai országokban található, sok esetben állami résztulajdonnal vagy többségi tulajdonnal működő társaságokról van szó.